az Egy Frankföldi Polkázni tanul című német dokumentumfilm szexárdra is eljutott. A bemutatóra a helynek Otto házban gyűjtek össze az érdeklődők kora csütörtök este. Jó kapcsolatot ápolunk a többi német nemzetiségi önkormányzattal, ezért nagyjából összebeszéltünk és megbeszéltünk egy, egy, sorrendet, egy vetítési sorrendet. Annak érdekében, hogy minél többen láthassák ezt a, a produkciót, ezt a filmet, hiszen nagyon sok helyütt forgatták, többek között itt és a Svábbálon is, és más rendezvényen is részt vettek, így nyilván sok embert is érdekel. A filmet Udo Pörske, német rendező és csapata készítette, és egy trilógia lezáró alkotása. Egy külső szemlélőn keresztül mutatja be a magyarországi németség jelenét, jövőjét és a fiatalságot, akiken a kultúra fennmaradása múlik. A magyarországi németség jelenét a megélt múltját és az elképzelt jövőjét foglalja össze az alkotás. Megláthatjuk benne, megnézhetjük benne a tradícióinkat, a hagyományainkat, azt, hogy hogyan élünk, hogyan élnek más svábok, akikkel viszonylag ritkában találkozunk, és leginkább talán azt, és talán ez a legérdekesebb, hogy hogyan látja ezt egy kívülálló. A filmet több településen is bemutatták már, és a közeljövőben is lesznek még vetítések. A közönség eddig szexárdon kívül Pécset és Bonyhádon láthatta a dokumentumfilmet.